Szatmár Németiben nagy múltra tekint vissza a magyar oktatás. Iskola már 1000 évvel ezelőtt is volt, középiskolát pedig 1610-ben alapítottak. Azóta a magyar oktatást semmilyen politikai hatalom nem tudta megszüntetni. Régen is iskolavárosnak tartották, sok középiskolája volt. Hát a mai mondjuk elméleti liceumoknak az ősei voltak a gimnáziumok, vagy főgimnáziumok. Ebből volt a változások, tehát az országváltozás előttre gondolok, 44 előtti években volt 4, mert volt egy katolikus és egy református fiú és lány gimnázium. Tehát így 4, és még ide sorolhatnám azt, hogy volt tanítóképző, fiú és leány. A magyar iskolákból az évszázadok alatt egészen mostanáig számos elismert értelmiségi került ki, tudósoktól kezdve orvosokon át művészekig. A rendszerváltozást követően született meg az ötlet, hogy egy nagy rendezvényt tartsanak, ahol összegyűlhet az az értelmiségi réteg, aki magyar iskolában járt. A gondolatot tett követte, és már több mint 2 évtizede ezreket hoznak haza a világ minden tájáról az iskolához kötődő emlékek. Azt pedig, hogy érdemes megszervezni ezt a találkozót évről évre, Erdélyben egyedülálló módon, mert van, ahol még vannak ilyen vindiák találkozók, de az, hogy mindenhol, minden évben megtartsák a vindiák találkozót, ilyen nincsen. Most 23. alkalommal van, és az, hogy itt a délelőtti forgatagban 1000-1200-1500 ember megjelenik, azt jelenti, hogy motivál minket, hogy jövőre is megtartsuk. A vindiák találkozóra frissen végzettek és a már megszűnt polgári iskolák volt diákjai is eljönnek. Ilyenkor tartják például az érettségi találkozókat a kerek évfordulósok az egykori magyar liceumban, ahol most a református gimnázium működik. Köszöntjük az 1943-ban érettségizett... A korát meghazudtoló frissességgel vonult fel például a 89 éves Kondor Gedeon, aki egyedül maradt régi osztályából, nosztalgiázva járta végig egykori iskoláját. Azt mondja, az iskola mindig hazahívja, hiszen nem csak tanult itt, hanem tanított is. Elérzékenyülve mutogatja osztályának tablóját. Itt vagyok én, Kondor Gedeon. Ebben az épületben 12 évet töltöttem el, ez az első elemitől kezdve egész az érettségig. Az érettségim az 1943-ban volt, akkor itt Magyarország. Ezek a hölgyek ezelőtt 60 évvel a leány tanítóképző érettségiző diákjaként ültek a padban, már a 80. életévüket súrolják, de még így is több mint 20-an nyúltak össze a régi osztályból. Ilyenkor előkerülnek a régi fotókkal együtt az emlékek is. A szívem az állandóan ide tartozik. Az idei vindiák találkozó alkalmával 36 osztályból diákjai tartottak osztályfőnöki órát. Mindenki olyan csúnya lett. Meg kell kérdezzük, hogy te ki vagy. Elekes Szilárd a föld legelszigeteltebb államából Új-Zélandról jött haza, és tett meg több mint 20 ezer kilométert azért, hogy diáktársaival, tanáraival találkozzon. Minden évben itthon voltam, tök mindegy, hogy Magyarországról jöttem haza, Budapestről, vagy akár Új-Zélandról most a legutóbb, mert ugye 5 éve Új-Zélandon élem. 48 óra alatt szedtük össze az osztályt, érettségi találkozó, osztályfőnök jóra, mindent megtettünk, mert mindenkit búzítok arra, hogy tök mindegy, hogy Pesten élsz, itt élsz, vagy hol élsz, gyere haza, mert ez a nap rólunk szól, magyarokról, erdélyekről, és ez az iskola csinált belőlünk embert. Ez az ünnepély felhívás is egyben a fiatal generáció számára, hogy milyen fontos a magyar oktatás a magyarság megmaradásában. Rengeteg hagyomány, szokást tudunk ápolni, és hozzásegít ahhoz, hogy magyarok maradhassunk itt Páciumban is, ami nagyon fontos számunkra.
és a tanárnaink is nem csak a tananyagot adják le, hanem bizonyos értékekkel is erősít minket, és ezzel egy erős, sziklaszirált természetünk lehet, és gerinces magyarok lehetünk. A találkozón minden évben egy kiállítást is rendeznek a voldiákok könyveiből, alkotásaiból, amelyek az elmúlt év során születtek. A kulturális programokat és a nagy beszélgetéseket éjjelben nyúló mulatság követi, amelyen természetesen némdiákokból álló zenekar biztosítja a talpalávalót.